A kitűzött cél eléréséhez vezető rögös úton szükségünk van akaraterőre és kitartásra. Ez a kitartás és elhivatottság azonban korlátlan hatalommal bír. Ezt pedig jól tudják a mai adásunkban szereplő sportolók is. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ez az Út Tokióba című műsorunk. A 37 esztendős Marosi Ádám küzdelmes éveket hagyva maga mögött Kairóban is bebizonyította, hogy igenis ott a helye a tokiói olimpián. Szatmári András bár élete első ötkarikás játékára készül, ám mind egyéniben, mind csapatban maradandót akar alkotni. Halász Bence szeme előtt egy igen komoly cél lebeg, ő szeretne lenni a magyar kalapácsvetés 6. olimpiai bajnoka.